Rogán Antal visszakozott, mégis nyilvánosságra hozta a főtanácsadók és a tanácsadók keresetét. Többet kaphatnak a kistelepülések polgármesteri akár 30%-kal is, a Fidesz benyújtotta erről a törvényjavaslatot. Hamisnak hitt BKV bérlet miatt rabosítottak egy orvost, a BKK szerint az ellenőrök helyesen jártak el. És 96 évesen meghalt Helmut Schmidt, szociáldemokrata politikus, a Német Szövetségi Köztársaság egykori kancellárja. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli híradóját látják 6 órakor. Üdvözlöm Önöket! Meggondolta magát Rogán Antal, és mégis nyilvánosságra hozta a Kormányzati Tájékoztatási Központnál, hogy mennyit keresnek a Rogán által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda tanácsadói. Korábban az új miniszter még azt mondta, hogy következményei lesznek, ha kiderülnek a fizetések. Arról, hogy Rogán Antal és Lázár János minisztériumában mennyit keresnek a tanácsadók, Mesterházi Attila érdeklődött írásban Lázár Jánostól azonnal meg is kapta a választ, igaz, nem részletesen. Rogán Antalnál egyébként 4 politikai tanácsadó és 3 főtanácsadó dolgozik. A legjobban fizetett politikai főtanácsadó bruttó bére 888.300 forint, az átlag nagyjából 600.000 forint. Lázár János minisztériumáról nem tudni a konkrét összegeket, a miniszter összesített adatot közölt. A hozzátartozó intézményekben összesen 45 tanácsadó, illetve főtanácsadó dolgozik, a havi fizetések pedig összesen nagyjából 26 millió forintot tesznek ki. Hogy a tanácsadók kik, azt sem tudni. Mesterházi Attila, szocialista képviselő a Korasti Startban azt mondta, érthetetlen számára, hogy Rogán Antal miért fenyegette meg őt az adatok nyilvánosságra hozása miatt. Hogy elmegy és megnézi ezt Rogán Antalnál, akkor nyilvánosságra hozza majd? Eldöntöm majd, hogy mit csinálok vele, de jövő héten Rogán Antal számíthat arra, hogy bejelentkezem a minisztériumához, és ahogy ő ígérte, hogy legalább 24 órával korábban jelezzem neki, hogy mikor kívánok betekinteni. Én még kávét sem fogok kérni, mert ígérem, egy titkárnő hozza oda a papírokat, az nekem bőségesen elég, és akkor utána meglátjuk, hogy kik ezek a személyek, akik itt dolgoznak. A kistelepülési polgármesterek jövedelme akár 30%-kal is emelkedhet egy javaslat szerint, amelyet fideszes képviselők nyújtottak be az országgyűlésnek. Lázár János a múlt heti Kormányinfón azt mondta, a legalacsonyabban kereső település vezetők jövedelme 75.000 forintról, mintegy 95.000 forintra emelkedhet, és lazulhatnak a 3.000 lakosnál kisebb települések vezetőinek összeférhetetlenségi szabályai is. A polgármesterek bérét éppen a Fidesz csökkentette, de most a pártvezetésben úgy ítélték meg, tömegesen fordultak el a Fidesztől a falvakban, mert a település vezetők lelkesedését elvette a drasztikusan lecsökkentett pénzük. Éledezik a nemzeti ipar, próbálgatja szárnyait, így fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök Tiszaújvárosban egy új MOL üzem avatásán. A gyár akkora kapacitással működik majd, amellyel el tudja látni Magyarország valamennyi autógumit gyártó vállalkozását. Az avatással együtt egy japán-magyar műgumigyár alapkövét is elhelyezték, és a közös beruházás 2 év múlva készül majd el. 2 évvel azután, hogy a 35 milliárd forintból megépült gyár alapkövét elhelyezték, Orbán Viktor a gyáravaltó beszédében azt mondta, hogy egy gazdaság akkor válságálló, ha erejét egyszerre adják nagy nemzetközi és nemzeti vállalatok. Az új gazdasági világrendben minden országnak szüksége van olyan nemzeti iparvállalatokra, amelyek képesek több milliárd forintos és egyben foglalkoztatottságot is bővítő beruházásokat megvalósítani. Szükségünk van olyan ipari cégekre, amelyek nagy mennyiségben tudnak gyártani nemzetközi cégek által keresett termékeket. A MOL márpedig kétségkívül ilyen vállalat. Orbán Viktor szerint a most átadott és a 2 év múlva a japán-magyar közös beruházással megépülő új üzem is azt bizonyítja, hogy a világmálkák gyártásához minden tehetség és tudás adott. Így pedig szerinte Magyarország kiváló terepe lett a külföldi befektetéseknek. Magyarország stabil. Az üzleti környezet kifejezetten alkalmas a fejlesztésekre és a beruházásokra. Ez a beruházás sem véletlenül pottyant ide éppen Magyarországra. Minden korábbinál több pénzt fordítunk gazdaság és vállalkozás fejlesztésre. A magyar cégek soha nem látott lehetőség kapujában állnak. A kormány támogatja őket abban, hogy világcégekké nőjenek.
Orbán Viktor avató beszédében megemlítette, hogy 2010 óta rendbetették az ország pénzügyeit, csökkentették az államadósságot, a költségvetést kordában tartják, és a vállalkozásokat és a munkát támogató adórendszert vezettek be. Előállítottak és rabosítottak egy fiatal orvost Budapesten, mert a BKK ellenőrei szerint hamis volt a bérlete. A doktornő hiába mondta, hogy áfás számlával is bizonyítani tudja, hogy a Szél Kálmán téren vette a bérletet. A rendőrök az ellenőrök állítására alapozva végül előállították. A budapesti közlekedési központ azt mondta, az ellenőrök szabályosan jártak el, a rendőröket pedig nem ők, hanem az utas édesanyja hívta a helyszínre. Bérletet vásárolnak ezek az utasok a Szél Kálmán téren. Egy fiatal orvosnő is éppen itt vett bérletet, majd a Kálvin téren, amikor megállították az ellenőrök, azt mondták neki, hogy hamis a bérlet. Hiába mondta, hogy a jegypénztárban vásárolta, nem hitték el neki. A helyszínre érkező rendőrök okirathamisítás gyanújával előállították a fiatal doktornőt. Édesanyját nagyon megviselték a történtek. Nagyon fél, ezért nem mutatjuk az arcát. Felnéztem és a monitoron láttam a gyerekemet, hogy egy pici-pici kis zárkába be van zárva, betemetett arccal és sírsz, ez egy borzasztó dolog. Az orvosnő édesanyja azt mondja, hogy lányának áfás számlája is van, amit a pénztárban állítottak ki neki. Ez azonban nem volt nála, de mondta, bármikor be tudja mutatni, csak engedjék el, mert egy súlyos beteghez igyekezett injekciót beadni. A BKK-nak is jeleztük, a rendőrségnek is jeleztük, hogy megvan az áfás számla. Nem érdekelt őket. Több mint 6 órán keresztül tartották egy szűk fogdában a doktornőt. Új lenyomatot vettek tőle, és fotókat csináltak róla, vagyis rabosították. Éjfél után, 3:45 hajnalban engedték ki, kapott egy jegyzőkönyvet, hogy megindult az eljárás. Mindezt tették úgy, hogy nem volt a hamis testénye bebizonyítva. Tehát az, hogy egy BKK ellenőr kimondja valamire, hogy hamisítvány, bocsánatot kérek, nem szakértő. Megkerestük a BKK-t is. Ők azt írták közleményükben, hogy szabályosan jártak el az ellenőrök, mert minden gyanús esetet ki kell vizsgálniuk. A rendőröket pedig nem ők, hanem az utas édesanyja hívta ki. A DK fővárosi képviselője is azonnali vizsgálatot követelt, és Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult. Azt akarjuk megtudni, hogy miért hitték el a rendőrök egy bérlet ellenőr szavára azt, hogy ez a bérlet hamis, és miért rabosított egy orvosnőt, 6 órán keresztül egy fogdában tartva őt. Szeretnénk azt tudni, hogy hány ilyen ügy volt az elmúlt időszakban, amikor a rendőrség a BKK ellenőreinek a bemondása alapján bárkit is rabosított vagy fogvatartott. Az orvosnő családja ügyvédet is fogadott, és jogi úton vesznek elégtételt az eljárás miatt. Tagadták, hogy bűnösök, és a felmentésüket kérték azok a korábbi állami vezetők, akiket a Gyurcsány kormány idején eladott moszkvai kereskedelmi képviselet ügyében hűtlen kezeléssel vádoltak. A volt nagykövet és az akkori külügyi államtitkár is arról beszélt, hogy az oroszoknál nem úgy zajlik az üzletkötés, mint náluk. Szerintük az ügyészség koncepciós perben akarja tönkretenni őket. Utoljára álltak a bíróság elé a moszkvai kereskedelmi képviselet eladásával kapcsolatban megvádolt tisztviselők az ítélethirdetés előtt. 6 évig föl sem merült adat, sem utalásszerű információ, bármi egyéb dolog, de most már ügynök is vagyok. Abszurd vádakkal állt elő folyamatosan az ügyészség, mondta az utolsó szójogán a per elsőrendű vádlottja Székely Árpád. A volt moszkvai nagykövet arról beszélt, mivel Oroszország és Magyarország között nem azonosak az erőviszonyok, egy ilyen adásvételt nem a magyar viszonyok közt kell elképzelni. Ha sorba viszem oda a levő jelölteket, és azt elutasítja, megvétózza az orosz fél, akkor végső soron ez akkor is vevő kijelölési jog, mert az fog érvényesülni, amit ő akar. Volt nagykövet szerint semmilyen bűncselekményt nem követett el, ezért a felmentését kérte. Ahogy a volt külügyi államtitkár is, aki azt hangsúlyozta, 38 éves külügyi szolgálatát mindig jogszerűen, átláthatóan végezte, ahogy a képviselet eladása ügyében is. Egy belső ellenőrzést is lefolytattunk, az a 3 köteg irat képezte nagyon sok mindennek az alapját. Ezeket az ellenőrzési iratokat jobbagam intézkedtem, hogy elküldtük a KEHI-nek és az ÁSZ-nak. Feltettük a kérdést, hogy a külügyminisztérium részéről kérnek-e bármilyen további intézkedést, soha semmilyen ilyenre nem került sor. Tátrai Miklós, a vagyonkezelő akkori igazgatója írásban elküldött felszólalását a bírónő olvasta fel. Tátrai a többiekkel együtt koncepciósnak nevezte az eljárást,
amit gyermekkora egyik kedvenc meséjével, a Megmester sorozattal illusztrált. Az egyik részben Megmester úgy épített házat, hogy először megcsinálta a tetőt, és amíg a többiek tartották, alárakta a falakat. Nos, ez a büntető ügy hasonlóan készült. Miután főügyész úr elkészítette a tetőt, vagyis deklarálta, hogy itt már pedig ütemkezelés van, elkezdte hozzá a falakat, vagyis a történetet és a szereplőket építeni. A 23 millió dollárért értékesített, majd nem sokkal később 100 millióért tovább értékesített ingatlannal kapcsolatban november 25-én hirdett ítéletet a bíróság. És most nézzük, hogy miről lesz még szó a híradóban. Moszkva szerint a dopping botrány csak egy szankció Oroszország ellen, a sportminiszter szerint a vádak alaptalanok. És újabb sikert ért el az amerikai tehetségkutató versenyen Király Viktor, ma este már az újabb forduló eredményét is megtudhatjuk. 10 orosz sportolót és szakembert javasolt örökös eltiltásra a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség, van közöttük olimpiai bajnok, futó, edző és orvos is, közben a moszkvai sportminisztérium politikailag motivált támadásnak nevezte a dopingbotrányt. A Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség friss jelentése egyebek mellett azzal vádolja Oroszországot, hogy a sportolók állami felügyelet mellett alkalmaztak teljesítménynövelő szereket, miközben súlyos összegekkel vásárolták meg a nemzetközi szervek hallgatását. Az orosz állami televízió szerint a dopingbotrány a szankciók egyformája Oroszország ellen. Hasonlóan gondolja ezt a moszkvai sportminiszter, aki azt mondta, a vádaknak nincs alapja. Nincsenek komolyan vehető bizonyítékok a jelentésben. Az állam szerepét taglaló rész nagyjából azt mondja ki, hogy egyes forrásokból származó bizonyos információk szerint az orosz állam befolyásolja a munkát. De nincsenek hivatalos, közvetlen bizonyítékok. Fogalmazott a politikus. Hasonlóan látja a helyzetet az orosz atlétikai szövetség elnöke, aki szintén tagadta a dopingvádakat. Bízunk abban, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség megőrzi a józan eszét. A szabályzat értelmében akkor zárható ki egy ország az olimpiáról, ha a dopingellenes szabályok szisztematikus megsértését tárják fel. Ilyenről azonban itt nincs szó, fogalmazott a vezető. Közben egyes sportolók a korábbi versenyeken elért orosz helyezések eltörlését követelik. Az ausztrál Jared Talent Londonban egy olyan orosz atléta mögött lett második, akit később vétkesnek találtak doppingolásban. A szövetség megállapításai mindenkit sokkoltak. Különösen, hogy kiderült, az az ember, aki engem Londonban megelőzött, már akár 2011-től eltiltás alatt állhatott volna. Csak a korrupciónak köszönhetően állhatott rajthoz 2012-ben, és a doppingoknak köszönhette, hogy le tudott győzni. Ezt nem tudom lenyelni, fogalmazott a sportoló. A vizsgálatot vezető Dick Pand az Orosz Atlétikai Szövetség tagságának felfüggesztését követeli a Nemzetközi Atlétikai Szövetségben, de az ország atlétáit akár a 2016-os Riói olimpián való részvételtől is eltilthatják. A Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség ugyanakkor felfüggesztette a moszkvai dopingellenőrző labor működési engedélyét. Életének 96. évében meghalt Helmut Schmidt, német szociáldemokrata politikus, aki 1974 és 82 között az egykori Német Szövetségi Köztársaság kancellárja is volt. A német és a nemzetközi közvélemény szerint Helmut Schmidt a pártok fölött állt, és kizárólag a közjót szem előtt tartó erkölcsi tekintéllyel rendelkezett. Sokat idézett mondása volt, hogy akinek víziói vannak, az menjen orvoshoz. Joggal mondhatta ezt, igazi reálpolitikus volt. Nyílt, mindig őszinte véleményével, nem csak politikai ellenfelei csodálatát vívta ki, de általános elismertséget szerzett külföldi politikusok körében is. Elválaszthatatlan együttműködő partnerek voltak Hans-Dietrich Genscher külügyminiszterrel, akivel sikeresen mozdították elő a kelet-nyugati kapcsolatok javulását, különös tekintettel Magyarországra. Helmut Schmidt 1979-ben tett hivatalos látogatást hazánkban. Az ő segítségével jött létre egy abszolút nem hivatalos informális párbeszéd 81-től Magyarország és az akkori nevén Európai Gazdasági Közösség között. Ezt ő, mint német kancellár egy tanácsadójával segítette, az teremtett kapcsolatot a mi számunkra egy német biztossal, az akkori Európai Bizottság német biztosával, Wilhelm Haferkamppal,
Természetesen nem Magyarország csatlakozásáról volt szó ezen, hanem a magyar exportot fékező, gátló mennyiségi korlátozások lebontásáról, az ipari együttműködésről. A 70-es évek Schmidt kancellársága az emelkedő reálbérek és a növekvő nyugdíjak időszakának számított Németországban. Kormányzásának egyik legnagyobb sikere az a NATO határozat volt, amely megfogalmazta a bonni biztonságpolitika két alappillérét, elszántságot a védekezésre és hajlandóságot a tárgyalásokra. 82. szeptemberében az SPD kisebbségi kormányzásra kényszerült, majd egy konstruktív bizalmatlansági indítvány nyomán megbukott, és még aznap a Kohl vezette keresztény-demokrata-liberális koalíció vette át a kormányzást. Helmut Schmidt 1983-tól a Die Zeit című hetilap vezető kommentátora, 85 és 89 között pedig társkiadója is volt. Csak nem 1000 cikke, esszéje és több mint 30 önálló kötete jelent meg. Több egyetem is díszdoktorrá avatta, így például a Harvard, a Sorbonne és Oxford is. A Stern magazin felmérése szerint a német közvélemény Helmut Schmidtet tartotta a II. Világháború utáni korszak legjelentősebb kancellárjának. Az utóbbi években az erős, dohányos, idős politikus több egészségügyi problémával küzdött, 2002-ben súlyos szívinfarktust kapott, járási nehézségei miatt 2009-ben kerekesszékbe kényszerült. Szeptember 1-én érelzáródás miatt került a hamburgi klinika intenzív osztályára, meg is műtötték, ezt követően otthon, családi körben lábadozott, itt érte a halál. Mégsem fogadja be automatikusan a szíriai menekülteket Németország. A berlini belügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy felülírták azt az augusztusi döntést, mely szerint szíriaiakat nem lehet visszatoloncolni. Október 21-től ugyanis újra alkalmazzák a dublini szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy egyetlen uniós országa Görögországra nem alkalmazzák a most újra bevezetett visszatoloncolási szabályokat. A többiekre nézve igen. A német menekültügyi hivatal még augusztusban döntött úgy, hogy a szíriaiak menekültügyi eljárását az ország magára vállalja. Időközben Semjén Zsolt aláírta a döntést, amely szerint a magyar kormány több mint 1 milliárd forinttal járul hozzá az ENSZ és az Unió szírválság kezelésével kapcsolatos költségeihez. Egy másik kormány határozat szerint pedig, amelyet maga a kormány főjegyez, 95 millió forintot ad ez a szíriai menekültek ellátására. Az öbölháború idején magyar szakemberek is részt vettek a felrobbantott kuvaiti szénhidrogén kutak mentési munkálataiban. A szabadalommal védett magyar találmány egy vadászrepülőgép sugárhajtó művével fújja el a lángokat. Az eljárás nagyon hatékony, a több száz kilométer per órás szél hamar eloltja a tüzeket. Tíz méter magasságba törnek fel a lángok a Szolnok külterületén végzett gyakorlaton. A gázkitűrés okozta tüzet a Big Wind nevű berendezéssel oltják el. A szabadalommal védett magyar találmány egy T-34-es harckocsi, amire két MiG-21-es repülőgép turbináját szerelték fel. A nagy szél nem a hajtómű toló erejét használja az oltásra, hanem a kipufogó gázát. A több mint 500 méter per szekundumos sebességgel kiáramló levegő elvonja az oxigént az égünk úttól. Többek között ez a csapat ezzel a felszerelések részt vett Kuwaitba is a tüzeknek, illetve a kutaknak a biztonságba helyezésén. Valójában mi nem tűzoltók vagyunk, a mi munkánkhoz hozzátartozik, hogy adott esetben el kell oltanunk a tüzet. A mi feladatunk az, hogy a sérült kút állapotát olyan biztonságos állapotba hozzuk, hogy abban utána az egyensúly megteremthető legyen. Ha egy szénhidrogén kút a kútfejen tör ki, akkor be is gyullad. Ez pedig akár 1000 fokos hőséget és hatalmas nyomást jelent, ami lehetetlenné teszi az oltást. A lángoló kút környékét vízzel hűtik, hogy a szakemberek elfolythassák a kitörést. Látszott a hőmérsékleti mérésekből, hogy a lángban gyakorlatilag 951 fokot mértünk. A kút környéken, ahol mozognunk kell, 100-120 fok körüli volt a hőmérséklet, ami gyakorlatilag vízfüggöny hűtésével lehet elérni, hogy ott kisbírja az ember. A szolnoki gyakorlaton bemutatott technikákat legutóbb 1991-ben használta élesben is a kitörésvédelmi csoport.
Magyarországon több mint 20 éve nem történt az itt modellezethez hasonló ipari katasztrófa. Magyar idő szerint kett hajnalban mutatkozott be az amerikai The Voice első élő adásában Király Viktor. A magyar énekes az amerikai tehetségkutató műsorban Mentora Gwen Stefani egyik népszerű dalát adta elő, és nagy sikert is aratott. A zsűritagok azt mondták, Király Viktor megint kitűnt a többi versenyző közül, ma este pedig kiderül, hogy a közönség is így gondolta ezt. Ez volt az ATV reggeli híradója, friss hírekkel 7-kor jövök újra, most kezdődik a világhíradó, majd a Start Mészáros Antóniával. További szép reggelt, jó tévézést, viszontlátásra!